összeült a Heves Vármegyei Területi Választási Bizottság kedd délután. A vármegyei listák nyilvántartásba vételéről dr. Barta Viktor főjegyző, a Heves Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a jelenlévőket. A listát állító szervezetek neveit egy üveggömbből húzták ki. Ennek értelmében elsőként a Magyar Szocialista Párt került a szavazólapra, másodikként a Második Reformkor Párt, a harmadik helyen a Demokratikus Koalíció, negyedikként a Momentum Mozgalom, ötödikként a Jobbik Konzervatívok, hatodikként a Mi Hazánk Mozgalom lesz megjelenítve, végül a listát a Fidesz-KDNP szövetsége zárja. Emellett a roma nemzetiségi listákat is kisorsolták, a sorrend a következő. Magyarországi Cigány Közösség Fóruma, Roma Integrációért Országos Szövetség, Országos Roma Civil Tanács, majd a sort negyedikként a Cigány Közösségek Szövetsége zárja.